Sziasztok, ez itt a GameWave, én Darius vagyok, és itt van velem Benny. Sziasztok! És ma a Turing párbaj következő részéhez érkeztünk, amiben azt a célt tűztük ki, hogy nem kell autót vásárolni, hanem egy korábbi eseménylistás autót, mégpedig ezt a Plymouth vagy Plymouth, nem tudom, hogy kell kiejteni, Barracuda Formula S-t fogjuk tuningolni, rallira, utcára és dragre, vagyis gyorsulásra egyaránt. Egyébként, ha nem tudnátok, hogy hogyan kell rallira vagy utcára tuningolni, akkor nézzétek meg a Forza kezdőknek sorozatunkat a jobb felső sarokban, és hamarosan majd fog érkezni egy drages videó is. Azonban kezdjünk bele, szerintem itt ne legyen pénzhatár, vagy legyen, szerintem nem kell. Szerintem nem kell egyáltalán most. A kategóriába fogunk tuningolni, ugye 550-esek vagyunk mind a ketten, és A kategóriába fogjuk tuningolni mind a hármat. Úgyhogy a tuningolás után találkozunk szerintem, mert azzal nem akarunk untatni titeket. Hogyha pedig nem tudjátok, hogy kell tanulni, hogyan kell tuningolni, akkor nézzétek meg a videókat a jobb felső sarokban, ahol elmondjuk részletesen. Most viszont találkozunk a fesztiválnál, ahol kezdünk az utcai versennyel. Na sziasztok srácok, itt vagyunk. Benny lerajtolt engem. Nekem inkább ugye ez egy ilyen irányításra való tuning lett. Benny-é pedig egy sokkal gyorsabb valami. És nem is egy gyorsabb, hanem... Tehát, hogy jobban is gyorsul, meg a top speedje is gondolom jobb. Kicsit ilyen power buildesebb irányú. Jó kérdés. Vagy nem tudom. Pedig egyáltalán nem arra mentem, tehát én is alapvetően az irányításra fókuszáltam, csak annyi, hogy ugye én az A800-ba csak sportgumit szoktam belerakni, és emiatt viszont sokkal több ereje lesz az autónak, tehát több mehet arra, hogy erősebb motor legyen, hogy könnyebb legyen a kocsi. Meg visszaváltottam basszus nagyon. Oh shit. Annyival nem nagyobb a végsebességem, mert... Most nekem az a vége amúgy kb. Hát kb. Nekem is. Egyébként elvileg van még egy sebesség, de azt már nem tudom kihasználni. Csak ezt nem volt időm tesztelni. Lehet, ott felrobban a motor, ki tudja. Lehet. Ez neked hátsós, ugye? Nem. Ez összkerekes? Tényleg? Aha. Nekem az hátsós. Nekem mindegyik összkerekes lett. Nekem a drag is hátsós. Nálam a full gázon, ahogy veszi be a kanyart, azért lassul nálad, nem azokon a gumikon. Hú! Hát ez is egyébként egész kiegyenlített volt szerintem, és gyakorlatilag igen. Teljesen másik irány volt mind a kettő. Tehát, hogy mondhatjuk, hogy kb. Ez ugyanaz volt nagyjából az eredmény. És a rallyt azt már most tudom, hogy nagyon más lesz a kettőnké. Mert te kerested a rally gumit, én meg nem azt raktam bele. Na lássuk azt. Na megjöttünk a második versenyre, ami rally verseny, és nagyon remélem, hogy nem sok utas rész lesz benne, hanem inkább földön megyünk, mert én terepgumit raktam bele, és ez itt az úton meg fogja szívni. A cserébe megint az van, hogy a gumim az sokkal kevesebb piájt ad hozzá az autóhoz, mint a Dariusé, ezért motorból viszont jóval erősebb lehetek. És itt viszont földúton legalább annyira jó az én gumim is, mint a tiéd, úgyhogy én ebben reménykedem most. Hát egyébként úgy néz ki jelenleg, hogy elgyorsulsz. Meg nekem ez nem egy annyira irányításos based tuning, nem tudom mennyire tetszik egyébként. Kíváncsi vagyok a végeredményre mindenképpen. Az a streamer mód az mit jelent ott bal felül, azt nem tudom. Már én tudom, hogy mit jelent, hogy copyrightos bio. Kikapcsolja a copyright-os zenéket. De honnan tudja a Forza, hogy most videózol, vagy bármilyet csinálsz? Nem tudom, hogy az mi. Basszus, mire utolérlek, pont beértünk az erdőbe, ami gond. Igen. Izgultam is rajta, hogy mondom, lassan jöhetne egy kis földút. Hát a vízbe én megállok hozzád képest. Mhm. 70%-a letett a versenynek, és attól tartok, hogy az volt az utolsó beton, ahol voltunk az előbb. Ez most egy esély lett volna neked, mert nem tudom, láttad, de kb. Megálltam a kerítésben. És kb. Utol is értél. Ucsi. Nem baj. Na, a kis beton a végére. Ne legyen elég. Léci, legyen beton, léci, legyen beton. Ez beton. Megpróbáltál a körbe autózni, de nem sikerült.
Falról jöttem le, basszus! Ú, ez viszont szoros volt nagyon. Ez nagyon és szoros volt, és ez is teljesen igen. Más irányú volt mind a kettő kocsi. Aha. Uh-huh. Na srácok, jöjjön akkor a drag, vagyis a gyorsulás. Először is hazamegyünk, és akkor megnézzük mondjuk három drag pályát, jó? Jó. Srácok, itt vagyunk, először is egy hosszú draggel kezdünk, utána jön egy rövid, és egy 100-as, meg egy 200-as indulás lesz a vége a mai dolgok. Ez annyira villizik, hogy most is a levegőben van nála. Launch control? Nincs a levegőben azért. De majdnem. Nálam ott van. Mehet? Tudod, a szokásos... Várjál, hallgassuk meg először az új nézőknek. És most indulunk, amikor vége a gitárszólónak. Mehet? Aha. Én nem teljesen egyenesen állok, de mindegy. Hamar indultál, de mindegy. Igen. Most mindig, már ne fújt vissza, ne gyere most már vissza. Aha, kb. Az, amire számítottam. Ez a hátcsókerék és összkerék. Jobb a rajtjában ének sokkal, viszont utána én szétalázom. Igazából a végsebességem még megfoghatsz, mert azt én, nekem az itt van kb. Nekem az nem itt lenne, hogyha még mennénk tovább. Jahú. Tehát az elején még és a végén jobb a Benny, a közepén viszont én jelentősen. Ide jöttünk most egy rövidebb gyorsulási versenyre. Az épületig megy, vagyis a piramisig a harc. Aki annak hamarabb neki megy, az nyeri. Úgyhogy Darius szerintem mehet a dudád, igen. Kb. Ilyen 150-ig jobb a Benny. Viszont aha. A végén még mindig megfoghatsz Benny. Hát nem, mert ez rövid. Majd az autópályán kell egyet menni ilyen 200-ról vagy 100-ról, meg ilyenek. Na srácok, most ugye 100-ról próbálunk indulni. Nagyon nehéz nekem dudálni is egyszerűen minden. Hát most 240-ig bírta a Benny majdnem. Uh-huh. Jó, és nézzünk egyet 200-ról, és nézzünk egyet 200-ról is, várjál. Nem, de nézzük meg a végét, nézzük meg a végét. Jó, nézzük meg a végét, legyen ez. Csak hogy mi a végsebessége kinek? Nekem 360 asszem. Akkor az több mint az enyém, nekem 330. Nekem most megyek 339-el, 40-nel, 50-nel. Jó, én nekem 329, 331 volt. Hát reggel jobb lett akkor, azt kell, hogy mondjuk. Ejjj! Á, itt esetleg itt már elmész. Gyakorlatilag első váltásnál elmentem. Igen. Srácok, igazából ez is megint egy nagyon kiegyenlített tuning párbaj volt szerintem. Ijj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 
mind a három tuning kiegyenlített volt, és mind a háromban tök más irányt képviseltünk. Úgyhogy... Igen, érdekes, ennyi. Hogy még így is, hogy ugyanazt az autót használtuk, még így is ennyire különböző tuningokat tudtunk építeni, és még így is fent volt az, hogy teljesen egyszerre mentünk egymás mögött, és ennyire szorosak voltak a versenyek, amit szerintem tök jó. Szerintem hogy is. Hogy ez megint megtörtént. Viszont végszónak szerintem ez tökéletes, legyen ennyi mára, holnap újra találkozunk, mert hogy még van a nyárból bizony. Találkozunk legközelebb is. Én Darius voltam, itt volt velem Benni, szevasztok! Sziasztok!